Sziasztok, ez itt a Metal Sziget, én Fejes Volnék, és itt van velem Ádám. Sziasztok. A mai podcastes adásunkban folytatnánk a Judas Priestet kiveszélő ilyen heavy metal klasszikusai sorozatunkat, és kvázi ez lenne az első hagyományosabb értelembe vett rész. Ugye az előző rész az csak egy album kibeszélő volt, tehát ezt vegyük nulladiknak. A következő cirka három részbe, egyelőre három részesre tervezzük, aztán meglátjuk, de reméljük, hogy tudjuk tartani a hármat. 666 pakkokban, tehát hat albumos pakkokban fogjuk végigvenni a Judas Priest életművét, és itt nyilván értem szerint történelmi sorrendben. Mm, tehát itt most az első hat album került erítékre, 1980-ig bezárólag, ugye a British Steel albumig. Hát így nagy általánosságban erre az éráról, hát ez az évtized az, amikor kialakult a heavy metal, itt maga ez a stílus, a különböző stílus jegyei még nincsenek kiforró úgy egyáltalán. Erre jó példa lesz majd az öltözködés, de szerintem majd arról beszéljünk illetve maga az, hogy mi is ez a heavy metal, még csak a szaksajtó is most kezdi szokni ezt a, a szófordulatot. Tehát nagyjából így nem igazán van ez még kiforva. Maga a heavy metal stíluségek és is inkább a 70-es évek második felében fognak majd kiforni. Ugye az első Priest az 75-tel jön, tehát ez még nagyon nem metálos, viszont a British steel szerintem, ugye, a British steel bezárólag már eljutunk egy ilyen fejlődési ívvel, ami ott már mondhatjuk, hogy ez már kőkemény heavy metal minden szempontból és itt most egyből javítanék is egyet, bocsi, 74-es a róla. Az Iron Maiden volt a fejemben, az 75-ös, de mindegy, szó szóval az első albumunk, egyébként majdnem 75 es azt mi szeptemberben, vagy hogy jött ki. De igazából az mindegy is, az annyira még nem metal. Tehát igazából ebben az első részben azt fogjuk megnézni, hogy kvázi kialakul a heavy metal. És egyébként a Judas Priest-re is mondhatjuk, hogy talán az első magát vállaltan is heavy metalnak hívó zenekar, bár ugye a szabadhoz szokták kötni a heavy metal kialakulását, de ők egyébként még a korai időkben is inkább erzálkoztak ettől a kifejezéstől, majd ezt pejoratívnak érezték, meg ők inkább akartak ilyen hard rock-szerű valamit játszani. Ez, ez most én nem egy szabad kibeszélő. Igazából a lényeg a lényeg, hogy igazából, a heavy metal és metal, az a Judas Priest. Sok minden nem tudok itt elmondani az elejéről. Ez egy izgalmas időszak. Tényleg a akkoriban, akik aktívak voltak zenekarok, ők voltak, akik megformálták a metal kezdeteit. Nyilván mindig érdekes visszagondolni ezekre az időszakokra, amikor ennyire, ennyire csírájában lehet így szemlélni néhány együttesnek a munkájából ennek az egésznek a kibontakozását, és ennek nyilván fontos szerep jutott ebben a Judas Priest albumoknak, vagy a úgy minden esüknek megjelni, a zenélésüktől kezdve. Szerintem elkezdhetjük átbeszélni a lemezeket. Még egy gyors olyan kérdésem hogy te mennyire szoktál ilyen 70 es évekbeli zenéket hallgatni? Valamit nagyon szeretek, a pentagramot nagyon szeretem például, de a korai szabad albumokat, sőt, még a Blue Easter ot is nagyon szeretem, az is 70-es, azt hiszem 72-től van az első lemezük, igen, a legjobbak azok még a 70-es években voltak. Csak próbáltam visszagondolni, hogy az Agents of Fortune az mekkora, az 76-os. Úgyhogy valamennyire azért szoktam. Már nyilván nem ez a fő évtized az ízlésemben, de azért nem vetem meg a 70-es éveket. Azért is kérdezem, mert hát ez nem árulunk zsákban hát hogy nem ez a fő profilunk, hogy old school metális rock. Csak hogy van legyen valami viszonyítási alap. Szóval ez nekünk is egy ilyen kis felfedező út. De minden esetre azért van valam, valamennyi viszonyítási alapunk és ez egy érdekes utazás lesz ugye 70-es években. No de akkor kezdjük is a történettel. Ugye maga a történet az két szálon indul. A tagok tekintetében, ami úgymond fontosabb szál, az az 1969-ben Birminghambe, Kenneth Downing Jr., alias K.K. Downing, ahogy később fogja magát hívni, illetve Ian Hill basszusgitáros megalapít egy Fright nevű formációt, és rövid idő után csatlakozik hozzájuk John Ellis dobos. Hát ez egy ilyen prog-rock, rock hard-rock-szerű zenét játszottak, és egyre inkább kellett volna nekik egy énekes. Egy ideig ez ilyen bazse váltak így énekes nélkül is. És akkor van a másik szál, ami viszont majd a zenekar nevét fogja adni. úgy 1969-ben, felteltően olyan szeptember körül alakult a zenekar. Egyébként ennek a gyökerejelmetek mélyebbre nyúlnak, de most rövidítünk, mert hogy a Judas Priestnek a történetének az eleje az rohadt szövevényes, és rohadt sok tagcsere van benne, szóval próbálom nagyon zanzásítani nektek. Szóval ezt a formációt ekkoriban L. Atkins énekes, Brian alias Bruno Steppenhill basszusgitáros, John Perry gitáros, és John alias Feza Patridge dobos alapította ezt meg. És mi a volt ennek a neve, azt nem mondtad. Evolution, elméletek ez volt a formáció neve. De ugye ez volt a Judas Priestnek a magja, Azonban a zenekar néhány próba után egy tragédiával indított, John Perry 18 évesen öngyilkos lett, tehát a gitárosuk. Ezt követően ugye kerestek új gitárost. Az érdekesség, hogy itt már jelentkezett a K.K. Downing, azt hiszem ekkoriban 17 éves volt kb. De helyette Ernst chataway vették fel, aki tapasztaltamnak tűnt. És itt megint van egy érdekesebb szál. Ez a Chataway tag, ő játszott korábban egy Earth nevű formációval, ami meg később a Black Sabbath lesz, és ez pont ekkoriban váltott nevet. Egyébként az Earth, mint zenekar név, az később megihlett egy ilyen Rondum formációt is, de ez most mindegy. Szóval az a ismertebb Earth, az innen vette a nevét. Na mindegy. Szóval hogy ez az Earth nevű formáció átváltott Black Sabbathra, és akkor az csetővéjén keresztül ezt a Judas Priest is így megneszelte, és akkor kitalálták, hogy ez az Evolution név az tök gagy, és hogy jobb lenne valami sötétebb tónusú név, és akkor Bob Dylannek az egyik dalából ihletve nevezték el magukat Judas Priestnek. Érdekesség a Judas Priest elnevezésnek, hogy egyébként ez egy eufemizmus volt ekkoriban a Jesus Christ, tehát a Jézus Krisztus elnevezésre. Ezt így nagyjából a korabeli ilyen korai talkshowk, tv amik még ekkoriban nem igazán Jézus Krisztus hoztak, így helyett a Judas Priest-et használták, tehát ez egyfajta ilyen utalás is volt erre, tehát egyfajta káromkodás is volt. Na mindegy, tehát hogy felvették ezt a nevet, és akkor így, így, lett a zenekar neve Judas Priest. Egyébként ez a formáció felvették két dalos demót, és ezzel össze is hoztak egy lemezszerződést, viszont az a lemezkiadó az az immediates kiadó, mielőtt összehozhatták volna az első albumukat, az úgy megszűnt, és hát igazából ezzel így fel is oszlott a zenekar, és itt jön be a képbe a másik formáció, ez a Fright nevű formáció, akik ugye énekes kerestek, Elle ként pedig akkor csatlakozott 70 októberében, és az ő javaslatára felvették a Judas Priest nevet, tehát Igazából, ha arra kérdés, a kérdésre kéne válaszolni, hogy mikor alakult a Judas Priest, akkor inkább 70 októberre lenne. Egyébként 70 április -e és október között ezen a néven nem létezett zenekar. Csak mert ugye szokták mondani, hogy mikor alakult a Judas Priest, hát bonyolult. <laughs> Tehát nem egyszerű. Itt a formációt tekintve, ugye még van nekünk egy énekesünk, van egy gitárosunk, egy, egy basszerősünk, egy dobosunk, ugye csak hát nem elt Atkins révén ismerik meg a Judas Priest-et, hanem Rob Halford révén. Ugye Atkins az 73-ig marad énekes, és az ő helyére jön majd Rob Halford. Egyébként érdekesség, de Elletkins ugye a Judas Priest korai idejében egy ilyen kicsit cool státuszra tett szert, és az első két albumban egyébként bizonyos daloknál ott föl is van tüntetve, mint szerző. És akkor a következő tag, akit megismerünk, ugye Judas Priestből, az Glenn Tipton. Ő 74-be került a zenekarba. Volt a Priestnek egy ilyen kis kiruccanása Európába, és azután, amit hazajöttek, akkor így csatlakozott egy Glenn Tipton ugyanis kaptak egy lemezszerződést azután az európai kiruccanás után, és akkor ők javasolták nekik, hogy kéne egy újabb gitáros, ez lett egy Glenn Tipton. Ezt követően, hogy nagyjából ez a felállás stabil maradt, és igazából csak a dobosok cserélődtek, de gyakorlatilag albumonként mindig. Az első állandó dobosuk az majd 80-ban fog jönni, ugye ez Dave Holland lesz, pontosabban a 79. augusztusában jön majd, és akkor ő lesz majd az első dobosuk egészen 89-ig, tehát 10 évet kihúz mellettük. Tehát az első stabil felállás az 79-ben alakul ki. No de, szerintem akkor ennyi elég is a történetből. Szerintem rá is kanyarodhatunk az első albumra. És akkor egy kicsit a Rock -a albumról. Ugye ez 74. szeptember 6-án jött ki, a, a Ghoul Records gondozásában. A producer pedig Roger Bain volt, aki az első három szabad albumot produciálta. Produc produc ez az album egy ilyen 39 perc körül játék bír, és akkor ugye itt a klasszikusnak nevezett felállás van, kivéve ugye a dobos John Hinch, akit egyébként majd ezután Ellen Moore fog váltani, kb. ezután a British Steelig Szóval majd, hogy nem minden albumban más dobos lesz. A borító egyébként John Pesh munkája, eredetileg egyébként ez egy Rolling Stones borító lett volna, de végül ők használták fel. Emeltek valami per is lett belőle a coca cola de ennek igazából nem tudtam utána járni, szóval ez inkább csak ilyen mende Nem tudom, hogy ez mennyire igaz. Nem lepne meg, ha igaz lenne. És ami még nagyon érdekes, hogy én ahogy készültem az adásra, itt tudatosult bennem, hogy nekem ugye a Judas Priestről mindig az ilyen bőrszögecsek, stb. volt Uh, ugye a lelki szemeim előtt, hogy ezt ők hozták be. Hát igen, ám, hogy ők hozták be, de nem most. Tehát, hogy ekkoriban ilyen, vannak ilyen 75 körül ilyen felvételek, például a BBC-nek van egy ilyen felvétel, amikor a tévében is megjelentek. akkor <laughs> elég ilyen épis voltak, hogy nem tudom, tehát ilyen nagyon fura szerelés, volt rohadt nagy ilyen épis De hát akkor ilyenkor még mindig minden, minden banda így jelent meg. Igaz, hogy már az 50-es évek óta ugye a, például a The Wild One című filmmel ez a bőr, kabátos kultúra, az így már megjelent, de a zenekarok körében ez nem volt általános, ha megnézitek a Szabatnak a korai fotóit, vagy a ma már ugyanúgy említette a pentagramot, hogy ők hogy néztek ki akkoriban, teljesen belesimul a Priszt is ebbe. Aztán ugye nyilván ők is majd váltanak megjelenés, de az a 70-es évek első felébe ez még teljesen ez volt az alap. Igen, csak olyan furcsa ezt így látni, hogy a Priestet, főleg Halfordot ilyen hosszú szőke hajjal. Na mindegy, javaslom, hogy volt, nem volt ő szőke. Ez nem sző, nekem szőkének tűnt. Uh, David, de egyébként az album készítésének körülménye is megérnek egy misét, ekkoriban ez nem volt ritka, főleg, hogy az ilyen heavy meg hard rock zenekarok így a kezdeti időkben elég vicces sztorikat tudnak előhozni, hát itt is van. Például az egészet elméletek élőbe vették fel, így hát nem egyszerre, de majd, hogy nem. Gábbis egy 2011-es Facebook posztban ezt, így, ezt írta magára a zenekar, hogy élőben felvették az egészet, nem külön-külön a hangszereket, hanem így egybe, mint ahogy a, nem tudom, a Lords of chaos ból a méhem felvételek is készültek, az valójában nem úgy készült, itt viszont igen. Ezt nem tudom elhinni, hogy ez igaz legyen. Hát ők ezt állítják. Hát ez már a demencia. Hát 2011-ben még talán nem. Egyébként a stúdióban is voltak technikai problémák, egy elég rossz lett a hangminőség, meg emetek van a, az egész felvétel alatt egy ilyen sziszegű alaphang, amit én lehet, hogy azért nem hallottam, ez Spotify-on hallgattam, és nem tudom, milyen az eredeti, mert Spotify-on szerintem az ilyen 2001-es, vagy nem tudom, hanyag sem, került fel. Én az eredetit hallgattam a YouTube-on is, nagyon jól szólt, úgyhogy ez a hangminőséges dolog is, ez most így, így ráncoltam a szemöldököm, hogy mi van, mi bajatok van. Mi? De nem lehet, hogy azért már oda is már egy ilyen sokatlagos? Na, ott ki, kiírják mindig, hogy melyik remaster mm. éppen. Tehát ott több verziónak kell fent lennie, de a rokorolából én az eredetit hallottam, hogyha minden igaz. Mm. Mindegy, meglepő, hogy szerintük szar, szerintem meg nem, de vagy lehet nem hallottam az eredetit. Küldjetek nekünk egy eredeti bakelitet, kacsint, kacsint. <laughs> Igen. Na no, és itt a producer személye is elég érdekes, ugye ez Roger Bain. Anna is inkább, mert ugye a Priest itt szerezte meg az első olyan tapasztalatát, ami alapján próbáltak minél, a későbbiek során minél inkább saját maguk producálni a különböző anyagaikat, mert hát, hát elég sok ötletüket elkaszálta, és egyébként nem is lett sikeres ez a, maga az album, olyannyira nem, hogy hát emeltek az album után kb, így, hát majd nem éheztek, tehát így a következő album felvételei az úgy néztek ki, hogy csak egyszer ettek egy nap. Egyébként a Gull records próbáltak valamilyen kis támogatás kicsi karni, ilyen heti 50 fontot, de még mi vagy a Gull Records is hát nem állt a helyzet magaslatán, ezért ők sem nagyon tudták őket anyagilag támogatni. Na de visszatérve a producerre, ugye elég sok ötletüket meg -torpedozta. ugye az új gitáros Glenn Tipton volt neki, rohadt ötleti ötletét így csak két a dalban szerepel, mint társelődő, ugye ez a, a Run of the Mail és a címadó dal, de egyébként egy csomó olyan ötletét, mint a The Ripper, az Epitaph vagy a Tyrant, azt elkaszálta, és ezek a következő albumra kerültek rá, ami hát egy elég nagy fasság most így visszanézve már, hogy azok kurva jó dalak, és hát hogyha azok rákerülnek, akkor lehet, hogy ez sikeresebb lett volna. Na mindegy, hát ez Shame on Roger Bane. Főleg azért már, hogy a Whiskey Woman című dal, amit ekkoriban játszottak, az a következő album első tétel, ami abban a legjobb tétel. Bár az kicsit át lett alakítva a következő albumról, na mindegy. Szóval hogy fogalmazzunk így, hogy nem a legjobb producer volt, és ami a legjobb az egészben, volt egy 14 perces daluk, az a Carrier and Mats, amiből két perc maradt az intrója. Az összes többit kivágatta belőle. <laughs> hmm. Tehát ilyen van egy 14 perces dalod, és akkor így hát az nem kerülhet föl csak a két perces intrója. Mondjuk annak szerintem logikai oka is lehet. Mennyi volt ennek a futam ideje így? Harminc mennyi? 38. Á, akkor az már a bakeritnek a végét csúrolja, az már nem fért volna rá. Akkor valami más számot kellett volna levenni. Hát elképzett, hogy ilyen okai voltak, de akkor... Ez nem őt, lehet, az akkor... ez egész biztos, mert Í... akkor más hanghordozó nem volt. Jó, csak akkor ne rakják rá. Tehát sem értelme is két perc, akkor ne, lemarad róla két perc, az csá, vagy beraknak valami más. De időre. már annyi se fért tehát ha 40 valamennyi azt hiszem a teteje. Akkor és, írnak. és, akkor hülyén jött volna ki lehet a szám, hogy ami már belendül valami része, és akkor kell levágni. Eleve... De most egy 14 perces számnak az első két perc alatt, az mennyire hülyében néz ki, mintha írsz egy ott hirtelen valami két perces hülyeséget. Mit <laughs> csináltam a nopár arra? Na mindegy. A, na mindegy. Egyébként egyedül a rock -a van két gitár, viszont egyébként a az egész albumról, hogy így a zeneileg is mondjak valamit. Hát nekem ilyen nagyon blúzos alapú hard rock, itt-ott progrokkos elemekkel, amelyek engem elsősorban egyébként Pink Floydra emlékeztettek. De egyébként a legjobb példa erre talán az ilyen progrockos része, ez a Winter Retreat, ami nekem nagyon ilyen Pink Floyd, vagy ilyen Gentle Giant is hatású. És amitől ugye nagyon blúzos az egyrészt a dalszerkezet, másrészt a gitárkezelés, hogy a basszus az rohadtul kihallatszik, eléggé vonás. Na meg a szájharmonika. Itt van szájharmonika, ami tök fura a Judas Priestnél, legalábbis a későbbi anyagaikat ismerve. Szabaton is volt. <gül> 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 <Már> mint <laughs> szabaton, nem szabaton. Na. Ja, ne. igen, hát mert ekkor, ugye a 70-es évek első felében meg eléggé blúzos szájízű volt ez a zene. Engem azért nem leped meg, csak ezt akartam ezzel mondani. Igen, illetve hogy a dalok javarész az Al nek a hangterjedelmére voltak írva, és az egyetlen dal, amit már Halfordra írtak, ez a Run of the Mill című dal, az a Halford hangterjedelmére van. Ezért is furcsa, mert a későbbi albumokon egy nagyon szabadjára engedi Halford a hangját, itt meg nagyon nem, hát azért nem, mert ez javarészt nem rá lett írva. Igazából ezután az album után megkapták az első nemzetközi túrni lehetőségét Németország, Hollandia és Norvégiába, illetve Dániában, és maga az album az megbukott, néhány ezer kelt el belőle, és mint mondtam, hát majd, hogy nem, éhen pusztultak. A jó, azért nem, de még annyit hozzáfűznék, hogy a nagyon sűrű tagcserének ez volt az egyik oka egyébként. Neked hogy tetszett az album? Nekem nagyon. Nekem nagyon bejön ez a vintage stílus még. Jó, nyilván akkor mindenkinek ilyen hangzása volt, de ez a meleg, analóg hangzás. Na, amit kiemelt, hogy hangosabb basszusgitár, gitár, hát könyörgöm, halljuk már az összes hangszert benne. Ja, én ezt nem, tettem kritikaként fogalmaztam meg, csak hogy egyéb metál vagy rock kiadványokhoz képest szerintem itt sokkal jobban hallatszik, hát, a ez még, blues, ez még blues rock, ez még Éppen, Igen, de ez hogy ez csak nem egy volt, pici, csak... picit, picit, picit metál, de annak is csak éppen a kezdete. Ez, ez egy blues rock lemez, nem tudok egyébként nagyon kiemelni számot, mert az összes tetszett nekem. Az egész lemez jó a hangulata, nagyon, nagyon jól szól. És a borító is ötletes, mind a mellett, hogy ez a Coca-Cola, ha ma valaki ilyet csinálna, akkor a gatyáját is leperelni az embernek. Ez olyan, vagy hogy úgy jó, hogy emlékezetes. Erre a borítóra egy emléksze. Nem úgy jó, hogy nagyon jól néz ki, hanem hogy ez emlékezetes. Egyébként a későbbi kiadványokon egy ilyen másmilyen borító kerül kiadásra. igen, ez az ilyen, nem is tudom, milyen lény, ami így bombákat dobágat. az egy tipikus 80-as évek. De mindegy. Nem is illik hozzá egyáltalán. Egyébként nekem a rock a, -a maga az nagyon tetszik, az ilyen nagyon ilyen 70-es évek elejé reliktum, ilyen blues rock reliktum. Értve ami szerintem egyébként a legmetálosabb, az a Never Satisfied dal, amiben tök fasz a gitár szóló van, ott azért már lehet pedzegetni a metált, ott már bontogatja a szárnyait. Hát itt másban is, már galoppozás már ezen a lemezen is volt, szóval, tehát itt már vannak nyomok benne, hogy milyen lesz majd, majd később, de ez még csak ilyen kis kezdeti kísérletezés. Meg, ja igen, ezt akartam, hogy a kísérletezésen hogy ez a, én nem fogok zsákba macskát árulni. Ebből az első hatból, amit ma terítéke van, nekem ez tetszett egyébként a legjobban. Azért, mert annyira olyan érzése van, hogy ők ezt annyira élvezetből játszották és csinálták, hogy mindenki tökéletes harmóniában volt. Nagyon jó folyama, könnyed menete van a lemeznek, nincs semmi erőlködés, benne, hogy ú, most ú, ú, megmutatjuk, vagy van, ah, nem ez egy ilyen örömzenélés, vagy nem, másképp nem tudnám elmondani. Hát a 70-es évek közepe óta nem játszottak róla, aki azt hiszem 21-ben a Bloodstock Open Air Run játszottak, játszottak a roll-t, meg azt hiszem volt egyszer, hogy eljátszották a komplet setlistet valamilyen évfordulóra. Az király lehetett. Azt mondjuk megnéztem volna. No, igazából én több bölcsességet erről az albumról nem tudok mondani, egyébként tudom nektek ajánlani, egész hangulatos megjelvezetes. Ádám véleménye szerint nagyon hangulatos, de okay. akkor szerintem guruljunk át a következő tételre. Ja. beszéljünk egy kicsit a Sad Wings of Destiny albumról. Ez 76. március 26-án jött ki, kb. két hét alatt vették fel, 75. november és december -e között, ez, ez, is olyan 39 perc körül jár időben ez az album, ez is a Google Records gondozásába. És itt a producer az a Jeffrey Calvert és Max West, illetve a Judas Priest, tanulva az előző album hibáiból, tehát azért itt is van a producerek, de itt azért javarészt próbálja Judas Priest így maga intézni a dolgokat és mint mondtam, ugye a klasszikus felállás, plusz más dobos, Ellen Moore, aki szintén egy albumig van, ezután az album után távozik. Ő egyébként a másodszor, tehát korábban is volt a zenekar tagja, és hát jól jelzi, hogy milyen anyagi állapotokban volt, már elő a zenekar már először is azért ment mert egyszerűen nem tudtak megélni a zenélésből, és olyan volt a munkája, hogy nem tudott már zenélni, és itt is ugyanezért távozott, mert nem tudott belőle megélni. Tehát nem, tehát nem, nem, tudta összehozni azzal, hogy így dolgozzon is mellette. Egyébként a borító, az Patrick Woodruff tervezte. Szerintem egyébként kb. az egyik legjobb Judas Priest borító, erről volt korábban egy kis vitánk is. Viszont ami érdekesség a borítónak, hogy az angyalnakában van az a három ágú ördög kereszt, az később a zenekar jelképe is lesz. Szerintem egyébként kb. ez a legjobb borító. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, hogyha nyugodtan írjátok meg, hogy szerintetek igazából nem vagy nem, illetve hogy szerintetek melyik. És hogy az albumról is mondjak okosságokat, Hát ez sokkal merengősebb, középtempósabb, és, vagy közép és lassabb tempósabb. Viszont maga a dalok felépítése szerintem sokkal inkább ilyen riff sokkal metálosabb a gitárhangzás, tehát nem ez a fajta ilyen blúzos gitározok, és így lábbal dobolok mellé. <laughs> nem is tudtad, hogy ilyen kalapos fekacsába így gitározgat blúzon, és így, hogy így dobol mellé lábbal. Nekem meg is mindig ez a fajta ilyen ritmika úrjuk mindegy, ez nem egészen ilyen egyébként ez sokkal gazdagabb szólókban is, erre jó példa például a Tyrant című dal, de vagy maga a kezdőtétel, vagy a Deceiver a dal is, ami szerintem itt, én legalábbis itt hallottam ki először azt a fajta galoppozást, amiről az előbb Ádám beszélt, hogy ha meghallgatjátok a 80-as Iron Maidenből mondjuk a Transylvania dalt, vagy a 81-es Killernek az első két dalát, ott ugyanez az a fajta ilyen galapozós ritmika van, csak sokkal jobban felgyorsítva, sokkal technikásabban. Tehát ez a fajta ilyen New Wave of British Heavy metalos os hangzás, ez szerintem megvan. Ugye szokták mondani, hogy a Priest az hatással volt a New Wave of British Heavy metal de, ön, de ön maga az nem annyira tartozik bele. Hát szerintem itt már vannak erre példák. És ami másik érdekesség, hogy itt van az Epitaph című dál, amit tippton írt. Ami egyébként szerintem kb. így hangozza, hogyha a Queen az Judas Priest lenne, vagy a Judas Priest Queen. Tehát, ennél, tehát írtak egy Queen dalt körülbelül. Szerintem nem ez a Queen dalt, amit ők írtak, de majd azt, ha annál lemezni jutunk, majd elmondom. Oké. Okay. Egyébként itt a The Reaper a Victim of Change, ez az későbbiek során elő szokott fordulni koncerteken. És ha jól nézem egyébként, setlist.fm ezt már az előző adásban is mondtam, hogy lehet nézegetni, hogy miket játszanak a Priest-ek, és itt Elő fog kerülni majd az, a, a rockmaratonos fellépésen is erről az albumról, legalábbis a Victim of Changes it azt hiszem ott megjelenik. Egyébként ez az album már jobban fogyott, de ez is rohadt veszteséges volt. Viszont arra jó volt, hogy a CBS Columbia felkeltette a figyelmüket, és kaptak egy 60 ezer fontos szerződést. Cserébe viszont fel kell bontani a Cool records a szerződésüket, amik így megtartották az első két album és az ahhoz tartozó demók jogait, és kb. abból muzsikáltak még ugye 80 as évek elejéig, amíg meg nem szűnt az a kiadó, ezeket újra kiadogatták. No, hát nekem egyébként ez az album rohadtul bejött. Hát most, mint mondtam, nem írgattam még listákat, de majd fogunk, vagy legalábbis én biztos fogok majd publikálni a későbbi, vagy fogok majd közéteni a későbbi adásokban a listát. Hát nekem ez egyébként ez a top 5-be biztos be ez az album. Nagyon nem biztos, de... de mindegy, a felső harmadában lesz szerintem. Neked hogy tetszett ez az album? Nagyon nem. Ez a rövid verzió. Köszönjük. Nekem sok szempontból ez egy irritáló lemez. Sokkal jobban tetszik, amikor olyan lemezt hallgatunk a Priest-től, amiben Halford jobban váltogatja az énektechnikákat, hogy nem csak a magas terjedelemben próbál énekelni, hanem azért a természetes hangját is jobban előveszi. Ezen nem így van, és idegesítő nagyon ez a sok. Tudom, hogy ekkoriban divat volt, de az a sok echo effekt, az valami katasztrofális, így a harmadik, negyedik számom már nagyon-nagyon unom. -nagyon nem tetszik nekem ez a lagymatag, nem balladázás, de ilyen, de írunk hosszú, elmerengő számokat, és úgy ezek így a blúzos, meg egyéb jegyek nélkül annyira nem jönnek be nekem kicsit ilyen gicses féleség, nem tudom. Úgy hevinek, amúgy puha, túl lágy, blues rocknak meg nem az, nekem nem tetszik. Nekem pont, hogy nem a gicsútról ez a szemben, hanem a mélység, szerintem ezek tök mély dalok, azt el tudom fogadni, hogy, hogy zeneileg nem annyira teltek, mint egy betától várnánk, de nem is hangzik jól, szerintem nem jó a lemeznek a keverése sem, majd később, nem sokkal később, sokkal jobb lesz. Például rögtön a, a rájövő Sin After scene sokkal jobban hangzik, mint ez. Az mondjuk tök érdekes volt, mert én ezt nem tudtam, hogy a Tyrant az egy lemez idején született. Azt akartam mondani, hogy körülbelül az az egyetlen jó dal ezen, és akkor ezek szerint azért, mert igazából a rokarollára szánták. Hát de ez nem is nagyon passzol oda de akkor is az a legjobb kézpont rész, ez az én véleményem. Nekem nem tetszik ez a lemez, rettentő túl van értékelve, ez olyan tipik eset, hogy ú, történelmileg fontos lemez, akkor 5 5 öt, vagy 10 per 10. De nem is. azért, ez, ez jó lemez. Nem, nem szerintem nem, szerintem itt túl van hát, gondolva. Egyébként a Victim of Change is szerintem a legjobb dal az albumról. Ott például a Halford, ja itt már egyébként Halford megmutatja a vokális teljesítményét, és az kb. az abban a dalban van, hogy a teljes skálát így végig énekli. Tehát ez egyfajta ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen bemutatkozó, hogy egyébként hello, én ilyet is tudok a hangommal, és ez kurva jó. Meg egyébként annak vannak nagyon, meg azért nagyon jól felépített dal, egyébként viszonylag hosszú is. Túl majd 8 hosszú perc. véleményem szerint. Hát nem, pont azért, mert nem egysíkú, hanem vannak benne gyors részek, lassú részek, középrészek. Inkább lett volna két rövidebb szám, nekem úgy jobban tetszett de volna. Is. Fú, de, Nem, de. nem, nem fú, nagyon nem. Jó, ebben Aha. nem fogunk egyet érteni, nagyon más póluson vagyunk. Jó, egyébként azt a dalt két dalból heggeztették össze, ugye ez az Ellen Lám, Whisky Woman, és a for Ford a Red Light Woman, tehát ez két dalból lett összeegesztve. Egyébként kb. ezen van a legtöbb társszerző ezen az albumon. Még annyit korrigálnék, hogy erről az albumról pont nem fognak majd játszani rock szóval örülhet Ádám, vagy a hozzásoló véleményen lévő embik. Kristófot is képvisel, neki se tetszik ez a ez egyébként. 21 le lettem szavazva. Haha. Ha. Na jó, de akkor szerintem tipegjünk is tovább. Uh -huh. No, és ugye, mint említettem, a következő album, az már a CBS Columbia Records gondozásába jött létre, ez a Sin After Sin. Ez 77. április 8-án adták ki, 77. januárjában vették fel. Ez egy kicsit hosszabb lett, mint az előző, egyébként ezt megfigyeltem, addig az összes album egy nagyon picit hosszabb lett, mint az előző, ez már 40 és fél perc. Itt a producer az Roger Glower, ami ismerős lehet egyeseknek, ugyanis ő a Deep Purple-nek a basszerosa illetve még a Judas Priest is maga produszuárkodott benne egy kicsit. Nem fogjátok elhinni, de a klasszikus felállás játszik benne, plusz új dobossal, aki igazából nem is új dobos, hanem ekkoriban nem volt dobossa nagyon a zenekarnak, és így a Simon Phillips stúdió vették fel az anyagot. Aki egyébként tök tehetséges dobos volt, és a zenekar fel is kérte, hogy dobolj már a zenekarba, de ő lenópolta egy másik formáció kedvéért. Hát nem tudom, mennyire volt az jó ötlet, <laughs> de mindegy. A, egyébként maga az album név, az a Sin After Sin, az az előző album, az Genocide egyik sorából jött. A borító pedig egyébként egy ilyen mauzóleumot ábrázol, ami a londoni Patney temetőben van. Ez egy ilyen alezredesnek a mauzóleuma, lehetőleg egy ilyen fényképre alapján készült, ami egy 1910-be készült. Nem tudom ki a halálnak jut eszébe, hogy ilyenről csináljon borító, de egyébként szerintem egész hát patika. Bullet for valentine-nak is ez jutott az eszébe, az egyik, Amazon azon is valamilyen mauzóleum van rajta. De ilyen hót régi fotóról, hogy az jó lesz? Hát nem tudom, de ugyanolyan kurva unalmas. <laughs> szóval neked nem tetszik a borító? <laughs> Nagyon <barító> nem. Ez félelmetesen fantázia, szegény az a borító. Meglátom azt már nem is emlékszem rá, tehát semmi érdekes nincsen rajta, nekem nagyon nem tetszik. Egyébként meg egy érdekesség, hogy ezen az album borítón szerepel utoljára a Google Records féle logó, ezután jön a jó öreg Judas Priest, amit ma mindenki ismer, tehát ez a CBS Records ér alatt jött be. Maga egyébként a felvételek kapcsán is van egy érdekes sztori, ugye a producer kapcsán az első album miatt hát elég rossz élményei vannak a zenekarnak, ezért inkább maguk akarták elvégezni a produceri teendőket, viszont a CBS az ragaszkodott, a CBS Columbia ragaszkodott, hogy azért legyen egy tapasztalt arc is, és akkor így hívták George Glover-t, legalábbis javasolták őt, és akkor a zenekar elfogadta, mert a Deep Purple-be basszerozik, gondolom ismerték is, és akkor legyen. Hát ez úgy sikerült, hogy egy session után így kb. kirúgták a csávót, hogy akkor egyedül folytatják. Tehát, és néhány hétig szenvedtek vele, aztán így visszahívták, mert nem igazán sikerült kielégítő eredményt kicsikarni magukból, legalábbis bármi ilyesmit, ami így megfelelő lett volna a kiadónak. Visszahívták Lower, de viszont akkor már csak hat napjuk maradt, tehát így hat nap alatt tákolták össze az albumot körülbelül. A... <laughs> no, de hogy a zenéről is beszéljünk, hát ez gyorsabb az előzőnél, kevésbé borongós, és én azt figyeltem meg, hogy fejlettebbek benne a szólók. Például a Sinnernél ott a, az első dalon a közepén van szóló, az elég patika. Olyan annyira gyorsabb egyébként, már mi maga ez az album, hogy ez a fajta ilyen dupla basszus dob, plusz az, az ilyen 16 os basszus és gitár ritmika, ami később a én kezdetlegesebb heavy metal alaphangzást adja, az itt alakult ki ezen az albumon. Tehát ez egyfajta ilyen, hogyan csináljunk heavy metal albumnak is lehet felfogni. Egyébként szerintem a Sad inkább a vokál volt jelentősebb, viszont itt a gitár lépett szerintem nagyobbat előre, itt sokkal jobbak a gitárok. Egyet értek. A... itt, amit kiemelnék de ez az, az érdekes, ilyen érdekesebbek közül, ez a Diamonds and Rust, ami egy, ez volt az első daluk, amiket egyébként a rádióban is játszottak. A másik dal, amit itt kiemelnék, ez a Let Us Pray, Call for the Priest. Ez túl azon, hogy szerintem ilyen kb. a kezdő hang, az full olyan, mint hogy Ozzy Osbourne, torkából jönne. Ez egyfajta ilyen gyorsabb, hard meg kezdetleges heavy metal, ami később nekem legalábbis ez a fajta a hangzás nagyon visszajön a New Wave of is Heavy Metal zenekaroknál, plusz kurva jó a szóló kb. a három negyedén a dalnak. És ami még egy érdekesség az albumról, ez a Road Deal. Ugye 98-ban Halford az coming out hát hogy ő homoszexuális, akkor egyébként pont nem volt a Priest tagja, tehát tök mindegy. De hogy ő ezt korábban a Priestben való Foglalatosság alatt így mindig, nem azt mondom, hogy került, de nem nagyon írt ezzel kapcsolatban a dalt, kivéve ezt az egyet. Ez egyébként egy ilyen utalás, maga ez a dal egy ilyen New Yorki Fire Islandre, ami egy ilyen homoszexuális közösség volt a 70-es, 80-es években. Amit a érdekes, hogy elmeteg ez így nem nagyon szúr szemet senkinek, tehát látszik, hogy aki betelt, hallgat, nem nagyon öleget, vagy nem tudom, vagy csak így nem esett le senkinek, hogy egyébként ez egy masszív ilyen homoszexuális dal, hm, na mindegy. Az album egyébként ez már sikeresebb lett kereskedelmileg, tehát visszahozta az árát. Ettől függetlenül a hazai sajtó annyira nem kapta fel, mert hogy ekkor éppen a punk rock ér zajlott, tehát a ez és a következő néhány Priest album az eléggé hát lagymataga a majd a helyi sajtó fényében, mivel hogy ekkoriban mindenki pánkot hallgat. És még annyi, hogy az album után a kiadó jó tudtak turnézni az usa és hogy erről egyébként a Sinner dolaz az elmeteg lesz majd a rock maratonos koncertem. Egyébként szerintem ezt az albumot hallgattam meg a legtöbbször is, hát nekem olyan túl sok mit eddett, de maradt meg belőle az imént felsoroltakon kívül. Kb. a Let Us pray and Call for the Priest, meg a Sinner. De próbáltam így nagyon megszeretni, de nekem ez olyan kurvára semmilyen volt, de most te mindjárt ezt azt így jól lekontrázol, hogy ez tökre nem így van. Részben igazából csak annyira sokkal jobb, mint a Sad Wings of Destiny, de ebben még visszatér egy kicsit az a blúzos gitár, illetve riff orientáltabb lesz. A metalban nem a vokál, hanem a gitár a legfontosabb. Ez az én véleményem, és ez szerintem sokan így is vannak vele. Te ebben jobbak nem... a gitárok, mint a korábbi albumokban. Hát szerintem. épp ezt akartam kihozni, igen, hogy a gitár legyen a fontosabb, nem úgy, mint a Sad Wings of destiny -ben de adom, hogy hát vannak kevésbé jó dolog, mármint úgy, hogy kevésbé emlékezetesek, de stúdió munkában is jobb, mint a Sad Wings of Destiny. Igazából a lényeg az ez. Ez is egy tök jó lemez, csak kevésbé olyan érdekes. De érdemes ezzel is foglalkozni. Hát nekem egyébként az első hatból, nem azt mondom, hogy ez a leg... Hát mindegy, szóval, hogy szerintem egyébként még inkább a jobbak közé tartozik inkább csak annyi, hogy hangzást tekinteti lépés, de maguk a dalok szerintem annyira nem jók. A színört leszámítva talál meg a Let a pray és a Call for the Priest-et. A színör -er az nagyon jó, az kiemelkedően jó rajta. No. Mm, én sokkal több bölcsességet nem tudok ez az albumhoz mondani, szerintem menjünk tovább. Menjünk. Beszéljünk egy kicsit a Stained Class albumról, ami 78. február 10-én jött ki. Ezt 77. november és decemberében vették fel, ez is egy picit hosszabb lett, mint az előző. Ez 43 és fél perc körül van. És itt a produceri munkálatokat az Dennis Mackey uh, látta el, plusz a Judas Priest. Illetve az egyik dalnál hogy James Gurt is besegített, arról majd mindjárt beszélünk egy kicsit. Itt is ugye a szokás szerint új dobos van, Les Binks, viszont a következő három anyagnál itt velünk marad ezt is beleszámítva, plusz az ebből az egyik az egy live anyag, tehát ha albumokat nézzük, a kettő albumon már egy dobos lesz, tehát ez is már előrelépés. Ez is kevésbé sikeres album, de legalább ezzel már bekerültek a Billboard 200-as listára. Itt az egyetlen Priest album, ahol mind az öt kartag meg van nevező, mint dalszerző. Oké, okay. na most az albumról átlagosan. Hát nekem az a megfigyelésem, hogy az első néhány Priest albumban Halford hangja az egyre vékonyodik és magasodik, és itt már eléri a píkeket, és engem ez már rohadtul irritál. Tehát, hogy itt a leghalfordabb, vagy halfordosabb Halford, legalábbis itt az első írában mindenképp, tehát itt már engem ez így nagyjából zavar. Lehet, hogy ezután így mondták neki, hogy így oké okay, Halford, elég lesz, egy kicsit vissza lehet belőle venni. Tehát itt néha, néha már engem rohadtul vinyogós ez egy kicsit középtempósabb össztekintetében az album, viszont ami gyors, az rohadt gyors benne a korábbiakhoz képest. Egyébként az Exciter, azt például szokták mondani ilyen speed, meg trash futárnak is. Annyira, hogy azt hiszem az Exciter dalról egy komplet speed zenekar is elnevezte magát, speed metal zenekar. És itt a legslágeresebb dal ekkoriban, ez a Better Than You, Better Than Me, ami egyébként az utolsó pillanatban került fel az albumra. A kiadó akart valami kereskedelmileg vagy egy olyan, olyan dolt, amiben van valamilyen kereskedelmi potenciál, hát ebben volt, és igazából ehhez e e a, a dalhoz hívták meg így producerként James Gurtit, akivel annyira elégedett volt a zenekar, hogy a következő albumban ő lesz majd a producer. Igazából engem ez az album annyira nem fog meg, azért mert rohadtul irritál benne Hellfornak ez a nagyon magas hangja, viszont azért itt is vannak faszadalok. Tehát ezt is nyugodtan tudom ajánlani, meg engem a, hogy mondjam, a borító se annyira fog meg. Az Exciter az egy jó dal, a Better by You, Better than Me az szintén jó, egyébként ez egy feldolgozás. Olyan túl sok mintet nem akarok mondani erről a albumról, meg egy érdekes sztori, hogy elméletileg 90-ben beperelték a zenekart, mert a Better by You, Better than Me szám kapcsán két tínédzser, így megbeszélték, hogy jól megöngyilkolják magukat, hát az egyiknek sikerült is, azért a szülei beperelték, hogy elvileg a dalba tudat alatt öngyilkosságra bújtanak fel. Most ekkora baromságot nyilván a bíróság sem fogadott el, így vissza is utasították a keresetet. Ez egy ilyen érdekesség ennek a, az albumnak, tehát ugye lett később ilyen balhé idézőjelbe. Neked mm, neked milyen véleményed az albumról? Irritáló, vinyogás, sikongás, ez, ez kicsit túlzásba lett hűve. Igazából az egész lemez felejthető élmény, és csak ennyi marad, meg nekem is, pedig többször is esélyt adtam neki, de csak ez a, a vízhang effekte felford vinyog. Ez, ez az egész album körülbelül ez a ja, egyetlen a... megfogható karaktere, és ez egy nem jó karakter. Ja, meg valamiért olyan furán is szólt nekem. Nem, igen, tudom. nem jó a mix se, ez egy, egy ilyen létezik, örülünk neki, én kevésbé, tényleg olyan, mint hogyha egy víz vagy nem tudom, nagyon de, de tényleg ez az effekt van rajta, az egészen. De a vokálokon extrán is borzalmas, katasztrofális. Kár volt ezért. Nem, nem, nem adott hozzá a diszkográfiához szerintem semmit. Bocs, hogyha valakinek ez a kedvence, de se a számok nem érdekesek, se a vinyogás nem jó, a borító, hát nem tudom, milyen avantgárd képzőművészeti alkotás, vagy... Valamelyik ismerősünk egyébként mondta, neki ez a kedvenc, ezt mondom, ez ez... jó, érdekes az a fém arc, de... Jó, örülök Kicsit neki. ilyen terminátoros. Igen, Kivari épp, ember. épp átmegy a, a valami kerítése. Igen, a Terminátor kettő vége, amikor ilyen rúddal átszúrja a buksiját. Kármé. ja. Na no, mindegy, akkor a te szívedet se nyert el annyira az hát, album. nem. Itt ed eddig a pontig volt, hogy nekem eddig az első négy az jó lemez, szar lemez, jó lemez, szar lemez. Aztán most megint jó lemez jön egyébként. Úgyhogy arra rá is kanyarodunk. Mhm. Uh -huh. Ez pedig nem más, mint a Killing Machine, 1978. október 8 án lett kiadva a CBS Columbia gondozásába. Itt egy kicsit visszavettek a mennyiségből, ugyanis ez olyan 35-38 perc körül van. Egy több forrást az más ír, tehát így hoz tekintetében, szóval legyen elég annyi, hogy 35-38 perc körül van. Hiszen a 2001-es remasterált változatra rákerült még plusz két dal, tehát azzal ilyen 45 perc körül rákerül majd. És nem annyira beszéltünk eddig a különböző kiadásokról, de itt muszáj megemlítenem egy 2010-es kiadástól, hogy 21 karátos aranyberakásos CD-t adtak ki, és így miért? De erre miért volt szükség? Tehát nem létezik-e annál kicsisebb itt, hogy bármit kiadsz aranyból. Nem tudom. A haszontalan CD dizájnoknak a versenyében ez egy abszolút esélyes ennél. Talán az aranyérmet nem viszi el a, a fűrész mint a körfűrész alakú CD, amit a Dimu Borgir csinált annó, az a legszarabb, azt le, le, le se lehet játszani. Ezt legalább le lehet játszani. Azt az arany berakásos valami, de hát nézd, lehet, hogy volt egy arab aki szerette a pisztet, és kellett neki valami, nem tudom. És értem, hogy erre miért volt szükség. Nos, hát itt már legalább ugyanaz a felállás volt mint az előző albumon, tehát ez is már haladás egy további érdekesség, ugye az album címe az a Killing Machine, ezt az USA-ban Hellbent for Leather címmel adták ki. Elmetek hát egy az másik a... számnak a címét használták ennyi. Így van, de ennek azért van egy ilyen kisebb, érdekesebb hát Ugye elmetek az a mondás, hogy az amerikai kiadó szerint ez túl agresszív vagy erőszakos, aminek valószínűleg az lett közel, hogy ezt az USA-ban március 1 adták ki, 79 március 1 és hát 79 január 29-én volt egy iskolai lövöldözés, aminek két halálos áldozat és kilenc sérültje volt, ami eléggé bejárta a sajtót akkoriban, is. nem biztos, hogy egy hónapra rá egy Killing Machine nevű albummal kéne ott a boltokat megrohamozni. Tipik szenzitív Egyesült Államok. Ú, semmi nem, mert mindenki rögtön ilyen asszociációkkal fog előhuzakodni. Hát érted, de ők meg el akarják adni az albumot Hát világos, már de... nem a Priszt, hanem a kiadó. Mert a Priszt is nyilván. De mindegy, és akkor így kiadták ezen a néven, ez a Elbent for a Leather címmel. Ami, hogyha már itt tartunk, ez a dal lett arra írva, hogy itt fogják lecserélni ezt a korábbi ilyen színpadképet, amiben ilyen, ilyen gótikus szerű, ilyen nagy köntösökben, meg ilyen hippiszerű kinézetben flangálnak. ez nem gótikus, az csak hippi. <laughs> hát ilyen volt az ilyen varázsló köpeny, vagy a tököm tudja, mire emlékeztet, az nekem ilyen kicsit ilyen már csak ilyen kis holdak, meg napocskák hiányoznak róla, kék köpeny, mindegy ilyen varázsló köpeny. Early dungeon szint, az <laughs> esztétika. ja, kb. Na mindegy, szóval az itt alakul át, tudatosabban felvállalják ezt a, hát ezt a Leatherman image és itt beszúrnám azt, hogy ugye itt később kiderült, hogy Halford meleg, de hogy az ilyen Los Angeles-i szubkultúrában legjobb ide idézett, ilyen mellékelt ábra az a Rendőr a Kék a Báros jelenet. Szóval az, az egy ilyen homoszexuális ilyen öltözködési forma volt, ez az ilyen bőr, fekete, szögecses cuccok. És nem tudom, hogy ennek a lehetek hogy ez hogy Helford ekkoriban már úgy masszívan így gondolom tudott róla, vagy nem tudom, így gondolom, már így benne volt a korban, feltűnnek egy meleg. És hogy nem tudom, hogy ennek mennyi köze van ehhez, de mindegy, de hogy elindulnak -e ebbe az ilyen fekete szögecses bőrös irányba, meg egyébként e körül lesz majd talán az is, hogy ilyen Harley Davidsonnal felmegy a színpadokra, de látszik, ez inkább a 90-es években. Na mindegy, szóval, hogy az a fajta Priest, meg az a fajta ilyen heavy metal alapruházat, az itt alakul ki. Tehát ugye ezt ők hozták be, és később ezt a metal szubkultúrát is veszi. Inkább ők hozták be, mert ez létezett korábban, mondtam az elején, hogy az 50-es évek óta létezik ilyen megen, és csak az kifejezetten csak a motorosokra volt jellemző. A zenében nem volt helye, úgy külön. Igen, és hogy erre írták egyébként a, a ezt a dalt ezekről a bőrcuccokról. Egyébként itt a tematika terén is a korábbi sötétebb témákról kezdenek inkább ilyen kis földhöz ragadtabb témák fel menni, például a, mit tudom én, a Evil Fantasies az ilyen, ilyen szexuális fantáziálásról szól, vagy a Burning Up is például ilyen. Az album hallgatása kapcsán nekem az első benyomásom az volt, hogy ez az előzőhez képest sokkal középtempósabb és lassabb cucc, a hard sokkal hard és a blues elemek is visszajöttek, itt mint az első Power Ballad is megjelenne ez a Before the Down. Így van, ballad. az egyértelmű. Ugyanakkor a metálosabb ilyen megmarad, és mint metal rajongó, nekem kicsit olyan, mint hogyha maga az egész album a negyedik dallal kezdődne. Ennek szerintem egyébként az a magyarázat, hogy itt két oka van. Az egyik az, hogy ez az, próbáltak ilyen auros hangzást elérni. Én nekem is nekem, amikor meghallottam az egy-az egyben ilyen aur, tehát az ilyen adult-oriented rock, tehát az ilyen amit album-oriented raknak is szoktak mondani. Igen. Ez az, hogy a, próbáljunk olyan zenét csinálni, amit le fognak játszani a rádiók. Kb. így tudnám ezt definiálni, tehát amit a apuka is meghallgat. És ez miatt szerintem sokkal egyszerűbb is lett, a szólók is egyszerűbbek, tehát sokkal ilyen kommerszebb. Szóval ez, jól, ez rá jó szó. Ami engem kicsit zavart egyébként, nekem ez annyira nem volt fogyasztható. A másik ok az pedig az, hogy ugye ekkor már nagyjából nagyban tombolt a pánkláz, és hogy az volt ekkoriban sikeres, az meg a punk zeneileg milyen? Hát sokkal egyszerűbb, mint amit ők korábban toltak, és akkor szerintem ez emiatt is lett, vagy lettek sokkal egyszerűbbek a dalok. Illetve még egy érdekesség, hogy egyébként a Hellbent for és a Killing Machine szólóiban Glenn Tipton az elkezdte használni azokat a fajta gitározási technikákat, ami Eddie Van halen jellemző, ugye ő is ekkoriban jelent meg, azt 78-79-ben az első albumaival, és ő ezt már próbálta itt kamatoztatni. Egyébként van rajta egy feldolgozás, ez a Green Manalishi, vagy Manalishi című dal, ami egy Flatwood meg feldolgozás. Ezt egyébként elég sűrűn szokták játszani, és azt hiszem a Rock is fogják majd játszani, legalábbis az eddigi fellépések tanúsága szerint, illetve a Hellbound for Leather-t. Összességében az albumról nekem kicsit csalódás abból a szempontból, hogy nekem ez nagyon egyszerű, és azért többet vártam volna a, priest -től. Nekem ez túl egyszerű, bocs. Egyébként a Killing Machine az faszadal, illetve a Hellbent for leather is el lehet táncizni. Ja, és meg egy érdekesség, hogy egyébként ezt a, a, Take on the World dalt, ezt megpróbálták ilyen Queen-szerű, We Will Rock You dalként így megírni, hát nem igazán jött össze nem is igazán szokták azt hiszem játszani. Na minden, nem mondom, hogy rossz lemez, de a többi Priesthez képest annyira nem jó. Neked mi a véleményed az albumról? Szerintem nagyon jó lemez. Nekem nagyon-nagyon tetszett. A, az első hatban, hogy a rock után szerintem hát talán karölt a British stíle, -e, de talán ez egy picit jobban. De nekem én az egyszerűsödést, egyszerűsödést, én nem a a punknak a népszerűségéhez kötném, hanem hát a kortás Blue Oyster a sikerével, mert hogy ugye nekik 76-ból van az Agents of Fortune lemeze, amin ugyebár a Don't Fear the Reaper is van rajta, ami az ilyen alap mindenki ismeri szám, de az, az egy kifejezetten letisztult, lassabb heavy metalos lemez, is, nagyon népszerű volt annak idején, az, az óceán túloldalán egy ilyen stílussal tök jól lehetett kaszálni, akkor mi is megpróbálunk egy kicsit ilyet csinálni, és ez szerintem több okból is egyrészt így a dalok szerkezetében is igaz, másrészt meg Hartford is úgy énekel, mondjuk a Blue sokan énekelnek, de majdnem mindenki az énekarban, de hogy azt az ének stílust is gyakorlatilag némelyik számban, például a Burning Up-ban, az egy az egyben mint hogyha őket szeretnék így nem utánozni, hanem az ő stílusokhoz nyúlni, hogy megragadják ezt a hullámot, hogy ez, ez menő, ez jól megy. Egyetértek azzal is, hogy igazán a negyedik számmal indul ez a lemez, tehát nem tökéletes, az első három az úgy rendkívül minek van, de a többi az, az már nagyon-nagyon jó a végéig. Ez egy szép egyben lévő, nagyon, nagyon jó a szóló lemez, nagyon tetszik, hogy a gitárok is hangzanak benne nagyon telt, mégis van éle, Háford is úgy énekel, tehát ez a picit progosabb, heavy metálos zenéhez illő, kevésebb, magasabb frekvenciával az úgy nekem jobban bejön, és ennél a lemeznél ez nagyon egészségesen egyben tartja az egészet, nagyon élvezetes. Én ezt, ezt kifejezetten ajánlom a Killing Machine, szerintem nagyon jó. Egyébként lehet, hogy nekem azért van ilyen negatív benyomásomról, róla, mert tényleg az első három dal az ilyen nem ár. És az el a korábbi albumokon meg szerintem pont, hogy az elő, első tételek azok viszonylag jók voltak itt, meg nem. Na mindegy. Egyébként tényleg nem rossz album, csak nekem kurva sok ilyen fölösleges minek van rajta dal, van rajta, tényleg az első három az totál felejthető. Amik szerintem egyébként azért kerültek az elejére, hogy, nem tudom, hogy kereskedelmére gondolom, így gondolták, hogy így sikeresebb lesz. Nem a legszerencsésebb, ezt jobban el kellett volna oszlatni, hogy ne ez egybe legyen ez a hármas, de hát most már mindegy. Egyébként az albumot követően 79-ben fog majd csatlakozni Dave Holland, és ő már velünk maradt 10 évig, tehát nem, nem lesz ilyen cserebere nagyon. Na jó, de akkor szerintem menjünk is a mai utolsó albumra. Most akkor beszéljünk egy kicsit a British Steel albumról, ami 1980. április 11-én jelent meg, körülbelül ilyen 36 perc körüli játékidővel, Tom Allom gondozásában. Ugye, mint mondtuk az előző albumnál is, hogy itt már új dobos van, Dave Holland, a velünk fog maradni 89-ig. Magáról az albumról egyébként kevésbé sötétebb, líraibb témák vannak, a borító az kifejezetten fasza, Egyébként az előző album borítóna nem mondtam, hogy ez is egy viszonylag érdekes borító, és aki command conquer-ezett, az biztosan egy kicsit ráncolta a szemöldökét, aki mondjuk esetleg most ismerkedne vele meg, is ismerné a játékot, ez pacsi. Elég jó olyan a borítója az előzőnek. A Dámstein jutott az eszembe róla meg a... Várjál, melyik az a Megadeth album, amin szintén ilyen fekete háttérrel csücsül a koponya? Ez az azt hiszem a legelső, annak is ilyen hasonló vibe -ja van, mint annak. Nem a Rest in Peace-re gondolsz az nem, 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 a leges, leges, legelső, de nem fogja eszembe jutni a címet. Nekem a Megadeth ez úgy félig meddig kimaradt, szóval én azt annyira nem vágom. De ennek a British Steel-nek rohadt jó a borítója ezzel, hogy tartja ezt a hatalmas pengét rajta a logó vele, meg a fekete alap, piros szín még, mert ez nagyon, nagyon megragadja a figyelmet, meg nagyon vagányul néz ki. Neked azt hiszem, talán ez is a kedvenc borító. Ja, maybe? szerintem ez a legjobb prízborító, messze a legjobb. Nekem egyébként a Sad Wings a kedvenc szemle. Ezzel most nem fogunk veszekedni. No, az album kapcsán szerintem ez már igazi heavy metal, tehát a 80-as évekre úgy fordultak rá, hogy akkor játszunk heavy metal és ez már az. Nem heavy metal-szerű, nem ilyen ebből lesz majd valamikor a heavy metal, hanem ez az. Tehát itt minden blúzos, házrokkos cuccot így nagyjából kigyomláltak, és maradt a heavy metal, yep. nem véletlenül a Metal Gods című dal sem például. Egy-két érdekesség az albumról, hát a Breaking the Law hangmintáit, ugye ekkoriban még nem igazán volt ilyen digitális szemplárezés, szóval hát fogtak ilyen teljes üvegeket, és azokat törték össze. Itt van Metal Godsban, amit az imént említettem, ott meg ilyen biliárdákókat, meg ilyen tálcákat, nem tudom, hogy verték, vagy nem tudom, mit csináltak velük, de hogy azzal imitáltak bele a hangokat. Hmm. Ilyen korabeli albumokon máshol is vannak hasonló jó, jó Igen, de ez tök kreatív, hogy így kell megoldaniuk. Kint még egy érdekesség az album kapcsán, hogy ezt hiszem, ez az egyetlen olyan album, amit 2009-ben, tehát ez egyetlen olyan album, amit úgy játszottak el így az egész albumot így végig, hogy számról számra, sorba, és ezt 2009-ben lépték meg. Azt kettő másik hasonló album van, a Rock and és a Defenders of Fate, Viszont azokat azt hiszem nem sorrendben játszották, tehát hogy ezt tisztelték meg ezt az albumot úgy, hogy sorrendben, ami egyébként szerintem meg is érdemli. Mondhatni, hogy a Priestnek az a heavy metal, tehát amiről a Priest beugrik, hogy ilyen bőrös, szögecses heavy metalt játszik, az ez az album. Amúgy is mondhatnánk, hogy az előző öt az ilyen főpróba volt az előző öt album. Mindegyik a korábbi albumon voltak elemek, elemek, amiket így próbáltak így összepasszintani, így, mint a legót így próbálod így összerakni, hogy, hogy, hogy stimmel a legjobban, és hát így sikerült ezt így összerakni, így kiszedték bele a blues, a hard rockot, és maradt heavy metal. Egyébként valószínűleg egy, a, 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 az albumra hatása volt az ekkor már igencsak kibomló New Wave of British Heavy Metal, Hát egyrészt a Motorhead albumok 79-ben ugye már megjelentek. Igen. Az Iron Maiden első album ez is 80-as. Szóval itt azért már nagyon benne van a levegőben a heavy metal, és valószínűleg itt is ilyen oda-visszahatás van, hogy a Priest hatott a heavy metalra, a Brit heavy metal új hullámos zenekarok meg visszahatottak a Priestre. Ez főleg a későbbi albumokra lesz jellemző. Neked hogy tetszett az album? Nagyon jó. Talán egy picit jobb, mint a Killing Machine, de a rockarollát azt még mindig jobban élvezem. Bár nincsen egy rossz dal se a british stílen, főleg a Breaking the Law az tökéletes, az nagyon jó szám, nagyon tetszik. És itt jönne az, amit mondtam, hogy na majd mondom, hogy melyik a, a Judas Priest Queen száma, a United, az a queen szám. Tudja, hogy azt is azért írták, hogy az Weaver Rock you de én amit mondtam, az Epitaph az nem úgy Queen szám, mint a Weaver Rock you, nem mint a nem tudom, ami ilyen nagyon lassú, ilyen Freddie Mercury ilyen queenesen énekel de most egy darab ilyen dal, amit az eszembe, de mindegy szerintem tudjátok, hogy milyen a nem a ilyen közönségért énekeltetős, meg ilyen, ilyen értem, fajta. Értem, minden... de a, így, mint hogy na ez az a szám, ami nagyon. De ez is tök jó lát nekik, nekem ez is nagyon bejött. Azért jó ez a lemez, szintén talán azért tudom még így a így külön kiemelni, mert ebbe tényleg minden szám olyan fülbe mászóra sikeredett, és így meghallod egyszer, meghallod kétszer, és, és ott ragad a fejedben, az a dallamcsokor, nem csak egy-egy mert vannak olyan bandák, meg lemezek, amin egy-egy kimegaslóan jó darab van csak. Ebben nem, ez, ez úgy teljesen jó package, ahogy van. Elejtől végig, nagyon jó, hogy a dolóval indul. És az egyik legjobb prizdal az, az egyik. Az zárján. is jó, hogy ilyen számok, mint The, the Rage, az is a, az meg a vége fele került tehát így jó menete van végig. Tehát ezt. Ez, ez csak dicsérni lehet. Nekem a, nagyon tetszik. Meg jó a ritmikája az albumnak. Tetszik, hogy olyan végig feszes, és vég... nem is, hogy feszesnek mondanám, hogy végig pörgős, vagy most is tudom, hogy mondjam, tehát nem Annyira lassú. Annyira azért de... nem gyors. Tehát a pörgősre az jutna eszembe, hogy nem de az az nem, szóval, nem ilyen pattogós, ilyen. Egy... Ja, tehát nem, nem az, hogy ilyen gyors-gyors, aztán jön egy valami lassú szar, és akkor jól aludjunk egyet, hanem még amilyen középtempós, mondjuk a United is az is ilyen úgy lassabb, hogy ilyen megmozgatja a népet mert hogy énekel a szöveget. Tehát inkább így gondolom. Egyébként a grinder, az tényleg egy kicsit ilyen grindolós. <laughs> Nem tudom, hogy ez valakire, bárkire hatott ilyen, de ez tényleg egy kicsit nem, ilyen. Nem, nem túl valószínű, de. Zúzósabb. Na, mindegy. Hát igazából az első albumból nekem egyébként ez jön be a legjobban, aztán talán Sad Wings of Destiny, kurvára nem akartam listát csinálni, de most így megmozgatta a fantáziámat, aztán talán a Rockarolla, aztán Sin After Scene, Killing Machine, és a Stay in That Class, nem tudom, te tudnál rá így sorol, rongsorolni. Nem ezt muszáj. Ezt ah, Nem muszáj, csak most ezt így. Rokarola, ez British Steel, aztán a harmadik a Killing Machine. Hát a maradék az meg olyan, eh, mindegy, bármilyen sor nem betetném. Csak az biztos, hogy a Sandwich destiny kellene a legvégén lenni, mert az nem, az sehogy semmi nem tetszett belőle. Hát ezt sajnálattal hallom. Hát nem vagyunk egyformák. Mondjátok el ti is, hogy szerintetek melyik a legjobb ebből a hatból. Aztán majd később mondjátok a többit is, de egyelőre csak az első hatot. Így van. Nos, nagyjából így a műsor végére is értünk összegzésként. Így alakult ki a heavy metal. Nem fogom még egyszer elmondani a kialakulás ennek a stádiumait, meg kétszer is elmondtam. Többet nem tudok hozzáfűzni, te akarsz -e valami okosat még mondani így a végére az, hogy a blues rockos lemezt is tessék méltó helyen kezelni, és tessék kinyitni a fületeket. A blues rockból nőtt ki a metal, ezt el kell fogadni. Így van, illetve a hard rock és abból a metal. De mindegy, de hogy mindebből mindenki nő. No, de akkor így mára így ennyi is volt a metal széget. Ha tetszett nektek az adás, akkor iratkozzatok fel a csatornába. Hogyha van véleményetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor nyugodtan kommenteljetek. Ha hosszabb szöveget akartok írni, arra ott van a Facebook illetve Instagramon is elérhetőek vagyunk, ahol hát hébe hóba, de jelentkezünk valamilyen tartalommal, illetve írjátok le, hogy nektek melyik album hogy tetszik, esetleg ti is írjátok valami listát, nem muszáj mind a 19 albumról, elég erről a 6-ról. A következő anyag az valószínűleg Kristóffal fog jönni, fogalmunk sincs mikor, tehát Legyetek nem türelemmel. Így van, tehát nem valószínű, hogy egymástól jönnek ezek. Egyébként a nagy terv, de ezt már az előző részben is mondtuk, hogy rockmaratonik kijön az összes, tehát az is lehet, hogy havonta jövünk egyel. Vagy nem, majd meglátjátok. Minden esetre én fejes voltam a metálszigető, itt volt velem Ádám. Sziasztok! Hallgassatok sok metát, illetve blues-rock szerű csúdászprisszet. <laughs> <laughs> Sziasztok!